Vádoskodik az ellenzék. A Fidesz szerint a már elindított programokat nyúlják le. Új dimenzió a Miskolci Egyetemen. Közép-Európában egyedülálló 3D labort adtak át. Kódexek írásképei a várban, a középkori írástudók csak jobb kézzel írhattak. Köszöntöm Önöket, augusztus 29-én csütörtökön híradónkat látják, jönnek a részletek. Gyengeségüket leplezve csalással vádaskodnak a miskolci balliberálisok és gyurcsányisták Sós Attila és Molnár Péter szerint. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője kijelentette, az ellenzék saját programjaik helyett a városvezetés eddig elindított programjait nyúlja le. Ilyen a Salkaház is. Megköszönték a választóknak, hogy már a kampány első napján kinyilvánították, hogy az eddigi munka tovább folytatását, vagyis a Fidesz-KDNP-t támogatják. A helyi választási bizottság hétfőn mind a 19 Fidesz-KDNP-s képviselő jelöltet és Alakszai Zoltán polgármester jelöltet is elfogadta hivatalos jelöltnek. Molnár Péter kijelentette, mindez hihetetlen düvel töltötte el a balliberálisokat és gyurcsányistákat, ezért gyengeségüket leplezve csalással vádaskodnak. Az országos sajtót is bejárta a hír, mely szerint a Fidesz-KDNP Miskolci polgármester jelöltje, dr. Alakszai Zoltán hazánkban az első volt, aki a 2019-es önkormányzati választási kampányban elsőként leadta az ajánlásokat, ami ahhoz volt szükséges, hogy hivatalosan is polgármester jelölté válhasson. Miskolcon a 19 Fidesz-KDNP jelölt is nagyon hamar, még szombaton kora délután leadta a szükséges ajánlásokat. Sós Attila szerint végtelenül szomorú, hogy csalással védekezik a balliberális ellenzék. Kijelentette, ha a vádaskodók nem tesznek közé sajtó helyreigazítást, akkor bírósághoz fordulnak. Nem nyerhet teret ugyanis az alaptalan vádaskodás. Nem nyerhet teret az, hogy alaptalan csalással vádaskodnak egyes médiumok. Alaptalan vádaskodást terjesztenek néhányan a gyurcsányista ellenzék képviselői közül. Hogy a továbbiakban, hogyha ilyen történik a médiumok esetében, akkor még egyszer megerősítve helyreigazítási kérelemmel fogunk fordulni ezen médiumokhoz, amennyiben ennek nem tesznek eleget, természetesen akkor pedig a bíróság felé fogunk elindulni. Sós Attila hozzátette, a balliberálisok és gyurcsányisták ahelyett, hogy saját programjaikkal kampányolnának, a Fidesz-KDNP, illetve a városvezetés eddigi munkáját nyúlják le. Példaként említette a salkaházi programot, azt a programot, amit eddig vehemensen támadtak. Kijelentette, a Fidesz-KDNP jelöltek, ahogy eddig is, úgy ezután is saját programjaikkal kampányolnak, és ezeket a programokat, ahogy eddig is, úgy ezután is meg fogják valósítani. Egy kilométer új útszakasz épül Komlóstetőn. A Komlóstető utcán most aszfaltozzák a 900 méteres szakaszt, a Sás úton pedig már korábban elkészültek 100 méterrel. Az aszfaltozás több mint 8 millió forintba kerül, amit a terület önkormányzati képviselője az alapjából finanszíroz. Gazdusné Pankucsi Katalin azt mondta, a környéken élők támogatják a beruházást. Korábban ez zúzalékos út volt, és most van arra lehetőség, hogy mart aszfalttal lefedjük az utat. Előtte a lakosságot igyekeztem körbejárni, megkérdezni a véleményüket, hogy mit szólnak hozzá. Nagyon sokan támogatták, örülnek neki, hogy végre már jó úton közlekedhetnek. Az MVK helyzetéről tartott sajtótájékoztatót Barta György, az MSZP képviselő jelöltje szerint 55-60 buszsofőr hiányzik az állományból. Barta György szerint a szeptembertől a helyzet még rosszabb lesz, hiszen kezdődik az iskola, és még több buszra lesz szükség. A képviselő jelölt szerint ezen a helyzeten béremeléssel vagy új sofőrök felvételével lehet javítani. Új dimenzió nyílt a Miskolci Egyetemen. Közép-Európában egyedülálló 3D labort adtak át, de van olyan berendezésük, amiből ez az egy van a világon. Az oktatók és hallgatók három dimenzióban tudják megvizsgálni majd az anyagok szerkezetét.
A Szeúzó kincs 2017 őszén indult országos körútra. A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincse tavaly évelején került Miskolcra. Az edények utazása példanélküli volt, hiszen először lehetett együtt megtekinteni mind a 14 darabot. A kincs egyik darabja korábban a Miskolci Egyetemen is vendégeskedett. Ebben a kb. 10 cm hosszú csőben gyerekezik az a sugárzás. Egy ehhez hasonló berendezéssel azt vizsgálták a szakemberek, hogy milyen technológiával állították elő. Meg tudjuk mondani, hogy azt a fémes tárgyat egy ötvös kalapácsolással, hengerléssel, kis kézi hengerléssel, vagy öntéssel állított elő. Ezen kívül még három eszköz működik a Miskolci Egyetem legújabb laboratóriumában. A 3D labor Közép-Európában is egyedülálló, de van olyan berendezés, amiből a világon sincs másik. Az egész laboratórium lényege, hogy a milliméteres nagyságrendtől a 100 nanométerig három dimenzióban föltárjuk az anyagok és a különböző alkatrészek szerkezetét, és ezt összefüggésbe hozzuk a tulajdonságokkal, gyártástechnológiával. A laboratóriumban jelenleg 9-en dolgoznak, oktatók és hallgatók közösen. A mérnökképzésnél nélkülözhetetlen az, hogy a hallgatók ne a munkahelyen találkozzanak ilyen lehetőséggel, hanem tanulmányai során ismerkedjenek meg, és tudják, vigyék az országban, sőt akár Európában a különböző lehetőségeket, hogy ilyen berendezéssel is rendelkezik a Miskolci Egyetem. De a fejlesztés nem csak a hallgatóknak és az egyetemnek jó, hanem a gazdaságnak is. Erről beszélt Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Minden ilyen ügy azt mutatja, hogy ma már egy egyetem jóval túlmutat a klasszikus egyetemi szerepkörén. Tehát egy egyetem valóban egy innovációs ökoszisztéma, tehát annak a szűkebb vagy tágabb régiónak, bizonyos kutatások, képzések tekintetében ez a régió lehet egy egész ország, vagy akár Közép-Európa, lehet a központja azzal, hogy oktat, azzal, hogy kutat, és jó értelemben kiszolgálja a társadalmi-gazdasági környezetet. A 3D labor csak nem 900 millió forint Európai Uniós támogatásból valósult meg. A szünetből már csak néhány nap van, de a nyár még nem ér véget. A miskolci strandokon szeptember végéig várják a fürdőzőket. A barlangfürdő, a Miskolc tapolcai és a selyemréti strand tartalmas hónapokat tudhat maga mögött. Szeptemberben pedig éjszakai fürdőzésekkel és az őszre hangoló szauna programmal várják a vendégeket. Családi nap, fürdők éjszakája, szülinapi parti, ezen a nyáron is izgalmas programokkal várták a vendégeket a miskolci fürdők. A Miskolc-Tapolcai strandfürdő családi napján a népszerű tréner Canik Balázs diktálta a tempót. Vizenjáró, gömb, ugrálóvár és csillámtetkó. Meg persze jó társaság, napsütés és hűsítő medencék garantálták a jó hangulatot. Ma jó idő van, meleg van, élvezzük a napsütést, mindig ide szoktunk járni, miskolciak vagyunk, és hát itt jó a víz a gyerekeknek, elsősorban azért. Most a mai nap elég jó sok programmal. A fürdő 6. születésnapját ünnepeljük. A selyemréti strandon idén is volt ok az ünneplésre. Még Lupi, a miskolci farkas is ide látogatott és együtt bulizott a gyerekekkel. Nyáresti csobbanás a barlangfürdőben, a fürdők éjszakája évről évre népszerűbb. A buborékok itt szállnak a tenyerünkbe. A barlangi medencében buboréktengerrel készültek az éjszakai partira. Mi nagyon szeretünk ide járni, ez pedig egy külön jó program a gyerekeknek, egy felhőtlen szórakozás, hogy nem csak a kádban vagy a szabadban látják ezt a rengeteg buborékot, hanem ugye itt is megtapasztalhatják ezt. Hasonló jó hangulatú estékre még szeptemberben is lehet számítani. A barlangfürdőben szombat esténként éjszakai fürdőzést szerveznek, és napközben is lehet még élvezni a nyár utolsó napjait. Látjuk, hogy még jó idővel fog indulni valószínű a szeptember, úgyhogy aki még szeretne egy picit csobbanni az utolsó szép napokban, vagy iskola után egy picit csobbanásra és kikapcsolódásra vágyik, szeptember 30-ig minden szolgáltatásunk üzemelni fog. Szeptember 28-án a barlangfürdőben és a Miskolc-Tapolcai strandon a szauna szezonra hangolódhatnak a vendégek. Október első hétvégéjén pedig mind a három fürdőben egy országos program részeként rendezik meg a szaunázók hétvégéjét.
A középkor divatja és gasztronómiája mellett az írással is megismerkedhetnek az érdeklődők a Diósgyőri várban. Megtudtuk azt is, hogy bal kezükben nem gyertyát tartottak a betűvetők, és csak jobb kézzel írhattak. Csodaszép, de nehezen olvasható írás, a kódexek írásképével foglalkozó betűvetésen a látogatók megismerhetik a középkori írástudók világát. Kiderül például, hogy a szerzetesek nem gyertya felett írtak vakulásig, sőt, nem is gyertya volt az egyik kezükben. Egy pici ferdepengélyű kés, amit mindig készenlétben tartottak, hiszen hiba bármikor történhetett, de a pergamen, mivel állati bőr volt, elég is strapabíró volt, tehát még frissibe ki lehetett válni, ki lehetett kapni azt a hibát, és lehetett folytatni az írást. A várbéli betűvetés a 14. század jellegzetes írásképével foglalkozik, azzal az időszakkal, amikor a diósgyőri vár fénykorát élte. A korszak jellemző betűtípusa a fraktúr, aminek jelentése töredezett. Azokat a mozdulatokat, amelyek a mai íráshoz kellenek, hullámvonalak, csészevonalak, mindenféle kurkok és egyéb íves vonalak, ez itt egy kicsit elfelejtendő. Maga az írás, mint ahogy a gótika idején szinte minden szabályozott volt. Egyrészt csak jobb kézzel lehetett írni, balvállunkon az ördög sútos mindenféléket, ez az ördögi, ezzel nem írunk. A fraktúr betűtípusban írt szó egy furcsa, értelmezhetetlen sormintának tűnik. Az olvashatóság kedvéért az i betűket pontokkal jelölték, így a középkorban felkerült az íre a pont. A betűvetés titkairól bővebb riportot a Promenád mai adásában láthatnak. Kilenc évesen Európa bajnok lett Kántor Benedek. A Miskolci Sportiskola ifjú tehetsége az öttusa lézerrán versenyszámában bizonyult korosztálya legjobbjának. Benedek nagyon örül a győzelemnek, de már is a következő versenyére készül. A világbajnokságot jövő héten Budapesten rendezik meg. A németországi Weidenben rendezték meg az öttusázók lézerrán Európa bajnokságát. A versenyen a Miskolci Sportiskola is képviseltette magát. Kántor Benedek az U11-es korosztályban indult, és 9 évesen mindenkit maga mögött hagyott. Futni kell, mint a nyúl, meg lőni is jól kell. Pontosan kell lőni, meg minden. Hát nekem ez a verseny most nem nagyon sikerült, ez a pontos lövés, de a futás miatt fel tudtam hozni a lövésben lévő hátrányomat. A lézerránt az öttusa részeként tartják számon, ami kizárólag lövésből és futásból áll. Össze kell kapcsolni, és ez a nagyon nehéz, a lövészetet és a futást. Tehát erre teljesen külön gyakorlatokat kell kitalálni, illetve végezni. És hát az ő koruk még olyan fiatal, ővelük még ilyen nagyon komoly, nagyon kemény edzéseket nem is szabad végezni futás tekintetében. Friedrich László elmondta, a Laser Run versenyt úgy kell elképzelni, mint a sífutás biatlon versenyszámát. Teljesítenek egy távot, beérkeznek a lőállásba, és ismételten futnak vagy sífutnak tovább, csak itt nem puskával, hanem egy lézerpisztollyal, és ugyanígy buka alakokat kell lelőni, tehát nem a lövészetnek a céljait, tehát a köröket kell teljesíteni. Az öttusa szakosztályt néhány éve indította el a Miskolci Sportiskola azért, hogy minél több lehetőséget tudjon kínálni a fiatal sportolóknak. A szakosztálynak a létrejötte nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a Miskolci Sportiskolában olyan lehetőségek vannak, amelyeket az öttusa számára ki tudunk használni. Ugye elsősorban ugye a kötelező úszásoktatásból kijövő gyerekek számára tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget, hogy ne csak az úszásban, hanem más sportágakban is, gondolok itt ugye az öttusár és a vízilabdára ki tudjanak teljesedni. Deák Bárdos Mihály hozzátette, az öttusa szakosztály mostanra eljutott oda, hogy Európa bajnokkal büszkélkedhet. Kántor Benedek viszont egyáltalán nem bízza el magát, sőt, már a következő megmérettetés lebeg a szeme előtt. A világbajnokságot jövő héten Budapesten rendezik meg. Vádaskodik az ellenzék, a Fidesz szerint a már elindított programokat nyúlják le. Új dimenzió a Miskolci Egyetemen, Közép-Európában egyedülálló 3D labort adtak át. Kódexek írásképei a várban, a középkori írástudók csak jobb kézzel írhattak.
Hétfőig hazánk nagy részén folytatódik a kánikula, szerdától mérséklődik a nagy meleg, az időjárásról bővebben híradónk után. Műsorainkat visszanézhetik a minap.hu-n, és írhatnak is nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradóval holnap is várjuk Önöket, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!